Sziasztok! Ez itt a Több, mint innovatív. A Tesla Amerikában elkezdett árulni egy igen nagy átalakítót. Ez a CCS szabványú kábelek csatlakoztatását teszi lehetővé a kicsi és elegáns amerikai Tesla szabványú autóknak. Eddig ezt az átalakítót csak kórából lehetett megrendelni. Itt látszik igazán a különbség, mennyivel kisebb a saját csatlakozójuk. Troy Tesla gyűjti a Tesla elektromos autó piaci részesedését. Érdekes, hogy Kínában és Európában egyre csökken a market share -jük. Ki kell emelni, hogy ez csak az elektromos autópiac, ami egyre inkább növekszik. Ezzel együtt figyelemre hogy Amerikában szinte nem csökkent semmit a torta szeletük. Persze, ha a teljes autópiacot nézzük, egyre inkább jobban és jobban állnak. Musk is megszólalt a visszahívásokkal kapcsolatban. Szerinte egy kisebb, over the update-et nem kéne visszahívásnak hívni. Ebben a legutolsó esetben ráadásul nem tudnak róla, hogy bármilyen sérülés történt volna. Az EID 2022-es eseményen kiderült, már 160 ezer beta tesztelőjük van ahogy Ilon ígérte, mindenki megkapja, aki kéri, és legalább 80-as a szép tiszkorja. Mégis vannak, akik nem kapták meg. Most kiderült, egyes esetekben kamera cserére van szükség, ami hamarosan elérhető lesz. Sőt, van, aki már meg is kapta ezt. Réford Tesla jelentette, hogy a 2016-os Model X-e megkapta a kamera upgrade-et. Így már használhatja az FSD bétát. Valószínűleg első között vette meg ezt 2016-ban, és gyanús, hogy ő az egyik utolsó, aki megkapta. Ez hat évvel az autója vásárlása után történt meg. Mondjatok még egy autómárkát, ahol egy ekkora upgrade-et lehet kapni hat év után. Musk még szeptemberben erre a hónapra ígérte a nagy ugrást. Ebben a nagysebességű figyelő neurális hálózat fog sokat segíteni. Szintén az FSD-vel kapcsolatos hír, hogy a Tesla bejelentette ezentúl Amerikában minden modell Y és 3-as útrahangos parkoló szenzor nélkül érkezik. A Drive Tesla Kanada meg is osztott néhány képet, ahol a legújabb autók lökhárítója látszik, ultrahangos szenzorok nélkül. Ezt a feladatot ezentúl a Tesla Vision rendszere oldja meg. Hamarosan a Model S és az X is elveszítheti ezen szenzorokat. Átmenetileg az automata parkolás és egy-két egyéb funkciót letiltottak, amíg azok nem kerülnek a szenzorok szintjére. Murrowék is készítettek egy videót a parkoló szenzorok eltávolításáról. Szerintük a Tesla több mint 100 dollárt spórolhat majd így autónként. Problémás az autó előtti terület, amire majd egy méter hosszan nem lát rá egyik kamera sem. Ugyanakkor, ha tippel nem kéne, Valószínű, jó pár hónapja már shadow módban futott a kamerás távolság kalkuláció, ami 99%-ban ugyanazt az eredményt adta, mint a szenzorok. Megkérlek titeket, hogyha több mint három videót megnézhetek tőlem, iratkozzatok fel! Ezzel tudjátok legegyszerűbben és legolcsóbban segíteni a csatornám. Ezzel jelzitek a YouTube-nak, hogy ajánlja a csatornámat másoknak is. A lájkok pedig a videók népszerűsítését segítik. Köszönöm! A Hertz CEO-ja megosztotta a Yahoo finance a bérelhető tesztlákra az igény nagyon-nagyon komoly. Nem csak a nyaralók bérlik ezen autókat, hanem céges ügyfelek is. A cégeknek ez segít lejjebb vinni a széndiokszid kibocsátásukat. A CEO hozzátette, a tesztlák fenntartási költsége 40-50 kal alacsonyabb, mint a belső égési motoros autóknál. A Tesla értékesítés és kiszállítási igazgatója megosztotta. A legtöbb ember nem realizálja, hogy cégük saját vertikálisan integrált országos használt autókereskedés is egyben. Ez akkora, mint azok a nagy, szintén országos használt autókereskedések, melyek a Super Bowl-on reklámoznak. Gali, a HyperChange vezetője készített egy kiváló videót arról, hogy hogyan lesz a Tesla amerikai mértékegységben 10 trillió dolláros cég. Link a leírásban. Elon megnézte a videót és azt írta hozzá, hogy jó analízis! Közben ezt a két képet is megosztotta. Az utolsó szénszállítmány egyszer érkezett Havaira egy adag megapakkal. A Tesla akontja megosztotta: Az ilyen hurikán, ami 250 km/h szelet hozott és helyenként 3 méteres áradással járt, sem ártott a képen látható pávár nak az akkumulátoros tároló annak ellenére jól működött, hogy órákig víz alatt volt. Ezzel kapcsolatban Ilon megemlítette, hogy a Cybertruck eléggé vízálló lesz hozzá, hogy rövid időre hajóként is funkcionálhat majd. Képes lesz kisebb folyók és tavak átszelésére, vagy akár tengeröblökben is át lehet majd menni, ha nem túl viharos a szél. Minden esetre képesnek kell lenni a Starbase és a South Padre sziget közötti 400 méteres tengeri csatornát átszelni. Valószínűleg a dísztárcsák lesznek úgy kialakítva, hogy egy minimális kontrollunk is lehessen a hajtott kerekeken keresztül. A kételkedőknek megosztotta, a tenger járók is elektromos motort használnak. A Tesla bejelentette, van egy új tanácstaguk, ő pedig Joe Gebbia. Erről a cég egy blogposztot is kiadott. Joe Gebbia egyébként az Airbnb társalapítója. 2022. szeptember 25-től csatlakozott a Tesla tanácsához. Ő az, akinek Elon gratulált nemrég, hogy otthagyta az Airbnb-t. Akkor Musk még annyit tett hozzá, hogy jöhet a második könyv. Ha esetleg még nem láttátok, két hete összefoglaltam a Tesla 2022-es EID-t, ahol bemutatták a bot prototípust is, ezt Bumble színek nek hívják. Volt szó az Exapodról, amely a dojo csipekből összeállított kabineteket jelenti. A számítási teljesítmény világelső lesz. Valószínűleg 2023 első negyed évében lesz kész az első Exapod, összesen hetet terveznek legyártani. A robot kezét az emberi kéz inspirálta. Ez azért lesz hasznos, mert így nem kell átalakítani a munkahelyeket, hogy a robot ott tudjon dolgozni. Elég komoly motorokat használnak, az egyik például képes felemelni egy 500 kg-os zongorát. A prezentáción a csapat fantasztikus munkát végzett. A bemutató alatt Musk megemlítette, hogy néhány szó hatására valakinek innia kellett egy tekilát. Most már azt is tudjuk, kinek kellett innia. A kód a szoftver 2.0. Érdekes módon maga Andrea is megosztotta, hogy rengeteg minden neki is új volt, hiszen amikor eljött, ezek a dolgok még csak kísérleti fázisban, vagy még csak tervként léteztek. Egyes belsős információk szerint még néhány hete is csak darabokban állt Bumble C. Ilon megosztotta, hogy természetesen lesz egy Catgirl verzió is. Omar segített tisztázni, miről maradt le a legtöbb ember. Miben is különbözik a Tesla bot megközelítése a többi hasonló próbálkozástól? Az első és legfontosabb, hogy terméket készítettek belőle. A Boston dynamics 30 év után ez nem igazán sikerült még. Iron hozzátette, adtak neki agyat is. Azt is megerősítette továbbá, hogy a Tesla és a SpaceX is alkalmazni fogja őket, illetve egyúttal tesztelik is. Szerinte vicces, amit az emberek mondanak. Egyszerre lehetetlen, de közben már sokan meg is csinálták. A Tesla apja most már tippeket is ad, hogyan tudunk csökkenteni fogyasztásunkon. A hatótáv típ különbségnél megmutatja, mik adták a különbséget. A Tesla kontja megosztotta, több mint tízezer Supercharger van már Európa szerte. Közben a Model Y lett a legtöbbet eladott jármű Németországban. A teljes piac 4,5%-át fette le. Ez nyilván a Tesla kiszállítási cikluságának is köszönhető, de előbb-utóbb, ha felfut a berlini gyár, ez akár állandó is lehet. Az előbb említett Gigafaktori egyébként elérte a heti 2000-es gyártási számot. A Tesla újabb negyedéves rekordot ért el, de közben nagy a különbség a kiszállítás és a legyártott darab számok között. Erről bővebben valószínűleg a jövő heti negyedéves beszámolón beszélnek majd, amit természetesen én is összefoglalok. Musk tisztázta, nincs szükség a hónap illetve az utolsó pillanatbeli extra drága kiszállításoknak sincs. Inkább az évközbeni stabilitásnak van értelme. Kerry szerint ugyanakkor a Wall Street többet várt. Ez talán meg is látszik a részvényáron. Szerinte az egyik megoldás az lehet, hogy Kínában egy óriási árcsökkenést vártak. Ez nem történt meg. Egy kicsit csökkent az igény, ezért későn tették hajóra az autókat. A cégek nem nem hozzák a becsléseket, csak az elemzők nem értik a valóságot. Teljes mértékben egyetértek Galival. A Tesla Ázsia bejelentette, de Kínában megnyitották az első gigamúzeumot. Közben Shanghai minden eddigi gyártási rekordot megdöntött. Szeptemberben 82.088 autót gyártottak le, amely 5500 al múlja felül az eddigi rekordot. Sokan félnek tőle, hogy a januárban kezdődő amerikai tax credit miatt majd nem lesznek hajlandóak egyesek átvenni autóikat. Erre javasolta Alexandra azt a megoldást, amit úgy tűnik a Tesla át is vett. E-maileket küldenek ki azoknak, akik autóikat nem akarják átvenni. Akik tovább halasztanak, vagy nem jelzik október 16-ig, hogy át szeretnék venni autójukat, megrendelésük törlése kerül, és elveszítik depozitjukat. Vannak, akik egyből előjöttek az igényhiányjal. Erre James Stevenson készítette egy kiváló grafikont, amin az előző évhez képest látszanak a Q3 eladás számai. Melyik cégnél is van probléma? A Tesla társul az Emergency Safety Solutions nevű céggel. Ennek köszönhetően az elakadási jelzők sokkal gyorsabban fognak működni, és a rendszer azonnal küld egy elakadjelet a forgalomfegyelő szolgáltatásoknak, mint többek között a Waze. Omar egy kicsit utána számolt, hogy mennyi adattal is jár a Tesla FSD rendszere. Szerint a teljes globális flotta 30 petabyte adatot szerez. 160 milliárd képet mentenek le. Fél millió videó megy át a kesen minden nap. 400 ezer videóhoz férnek hozzá minden másodpercben. Hihetetlen belegondolni, hogy mennyi kapacitásra van szükség, hogy ezeket egyáltalán feldolgozzák. Alexandrának, vagyis Tesla boomer sikerült elérnie, hogy a hitelminősítők befektetésre alkalmasnak tartják a Teslát. Maga, Hiro Mizuno a Tesla tanástagé és megköszönte Alexandra munkáját. Azonnal van egy plegykánk is ezzel kapcsolatban. Maga a Tesla küldöttsége beszélhetett az S&P szervezettel részvény visszavásárlási szándékkal. Ezért lehet az, hogy az S&P egyből két lépésben emelte a Tesla hitelminősítési szintjét. Továbbá az S&P tájékoztatója eszméletlen részletes lett. A másikok az lehet, hogy Musk bejelentette a szemád gyártásának hivatalos megkezdését. December 1-én kapja a Pepsi az első kamiont. Hozzátette, 500 mérföld, vagyis 800 km hatótávval rendelkezik, és szuper jó vezetné. A kiszállítási dátumot maga a Pepsi is megerősítette. Micsoda őrült hét Ilonnak? Tesla EID. Harmadik negyedéves kiszállítások és gyártások. Twitter versus Elon. S&P hitelminősítési emelés. Űrhajós SpaceX felbocsátás az űrállomásra. Egy Starlink felbocsátás. És a Tesla szemály gyártásának megkezdése. Én se értem, hogy csinálja. Egyetértek Tesla Economics alapban, hogy jobb, hogyha Elon egészséges marad. Ő csak annyit tett hozzá, hogy valóban elég intenzív volt október eleje. Köszönöm mindent Patreonos és Youtube támogatómnak is a támogatást, nélkületek nem lenne értelme ezen videókat elkészíteni. A hírekben látott videók linkjeit megtaláljátok a leírásban, az egyéb linkekkel együtt. Ha tetszett a videó és ti is szeretetek az innovációt, nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek hasonló videókat látni, kövessetek és kapcsoljátok be az értesítést. Ha van valamilyen hozzáfűzni valótok, kommenteljetek.